Az RMDSZ elmúlt 2 éves családpolitikai megvalósításairól beszélt Csép Andrea parlamenti képviselő Marosvásárhelyen. Az eseményen szó esett a még munkafolyamatban lévő kezdeményezésekről is. A gyesen lévő kismamák segítéséről, az apasági szabadságról, a gyermekvállalást ösztönző Family Start programról és a gyerekpénz emeléséről is szó esett Csép Andrea RMDSZ-es parlamenti képviselő összegző sajtótájékoztatóján Marosvásárhelyen. Ugyanakkor a még folyamatban levő projektekbe is betekintést nyerhettek az érdeklődők. Csép Andrea híradónknak elmondta, a folyamatos konzultáció elengedhetetlen a szervezet munkájában, mivel úgy dolgozhatnak a leghatékonyabban az emberekért, ha ismerik a problémáikat. A folyamatos konzultáció, a családokkal való kapcsolattartás fontos az RMDSZ számára. Nekem is szakpolitikusnak is az elmúlt időszakban több találkozom volt anyukákkal, édesanyákkal, családosokkal, nagymamákkal, és pontosan azt célozza meg, hogy azok az intézkedések, azok a törvények, amelyeket meghozunk parlamentben, Bukarestben, amikor életbe ültetődnek, akkor működnek-e vagy sem. Nekünk az a lényeg, hogy védjük a családokat, hogy védjük az erdélyi magyar családokat, de ezek a konzultációk, ezek ötleteket is adnak, hogy melyek azok a feladatok, amelyek még megoldásra várnak. Kakasi Blanka marosvásárhelyi tanácsos úgy vélte, a parlamenti döntések segítik a helyi támogatások, illetve projektek lebonyolítását. Mi városi szinten ugye azt mondtuk, hogy tudjuk, hogy mire van szükségük az embereknek, de nem tudnánk megtenni értük azt, amit Bukarestben meg lehet tenni. Azok az emberek, akik kormányra kerültek, meg tudnak tenni. Ilyen például a bölcsöde program. Tehát, hogy itt nem tudnánk erre erőforrásokat biztosítani, és nagyon jó, hogy erre van kormányprogramunk, és kerülnek erre alapok. Az RMDSZ célja, hogy minél több olyan lehetőséget biztosítson az erdélyi magyarok számára, amelyek megkönnyítik a családok mindennapjait. Így továbbra is az a prioritásuk, hogy rendszeresen hasonló találkozók formájában teremtsék meg a kommunikációt a szervezet és a lakosok között.